Sziasztok! A Kressz TV mai adásában egy új sorozatot indítunk, amely a közúti jelzésekkel foglalkozik. Itt elsősorban a közúti lámpákra, a táblákra és az útburkolati jelekre gondolok. Megbeszéljük az adott Kressz szabályokat, megpróbálok sok olyan információt mondani, amit eddig talán nem is tudtatok, illetve a sorozat külön érdekessége, hogy megbeszéljük azokat a forgalomtechnikai szabályokat is, amit bizony kevesebben ismertek. Ez azért fontos, mert egy-egy balesetnél vagy szabálysértésnél bizony nem csak a járművezetőket lehet felelősségre vonni, hanem mindazokat, akik felelnek azért, hogy a közúti jelzések megfelelően legyenek elhelyezve. Pető Attila vagyok, sokan úgy ismernek, hogy a Kressz professzor és a Kressz TV közúti jelzésekkel kapcsolatos sorozatának első része következik. Csak remélni tudom, hogy a közúti lámpák jelzéseit mindenki ismeri, hiszen gondoljunk bele, már óvodába megtanuljuk azt, hogy mit jelent a zöld, illetve mit jelent a piros fény. Pontosítanék, közúti jelző lámpákat szoktunk mondani, de a valóságban ezeknek a neve jármű és gyalogos forgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék. A legismertebb háromlencsés forgalomirányító fényjelző készülék a közúti járművek forgalmát irányítja. Ez az a bizonyos piros, sárga, illetve zöld fényt mutató lámpa, amit a legtöbb kereszteződésben, illetve gyalogos átkelőhelyen, természetesen a járművek felüli oldalon megtalálhatunk. Ezen kívül háromlencsés lámpával jelzik a kerékpárúton vagy a kerékpársávon érkező kerékpárosok forgalmát is. Ez ugyanúgy viselkedik, ugyanúgy világít, mint a háromlencsés járműforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék. Egy külön jelzést láthatunk a villamosnak, ennek egyedi formája van, egyedi fényekkel rendelkezik, de ez is gyakorlatilag háromlencsés, és szerencsére föntről lefele ugyanaz a sorrend, mint egyébként a jól megszokott piros, sárga és zöld jelzés esetében. Léteznek olyan lámpák is, amelyben csak két fény található, fölül piros, alul pedig sárga, illetve sárga villogó fény. Ezeket fedezőjelzőnek nevezzük, leggyakrabban a villamosok áthaladását segítik ilyen lámpával, de talán sokan nem is tudják, hogy a megkülönböztető jelzéseket használó járművek telephelyről kiindulásánál is ilyen jelzőberendezéssel segítik ezen eszközök elindulását. A legismertebb két lencsés fényjelzőkészülék szerintem a gyalogos forgalmát irányító lámpa, amely fölül piros, alul zöld, illetve villogó zöld fényekkel rendelkezik, illetve hasonlóan működik a gyalog és kerékpáros átvezetés esetében alkalmazott lámpa, annyi különbséggel, hogy itt a piktogramokban nem csak gyalogos szerepel, hanem kerékpárosok is. Találkozhatunk egyedi jelzésekkel is, ezek kiegészítő lámpák, például a háromlencsés berendezés mellett kialakított zöld nyilas lámpa az adott irányba való kanyarodást engedélyezi. Illetve hasonló jelzés, amely a buszsávban közlekedők továbbhaladását biztosítja, ez egy fehér busz feliratot mutat, szintén a hagyományos háromlencsés lámpa mellett. Találkozhatunk egy lencsével ellátott lámpákkal, ezek kivétel nélkül sárgán villognak és alapvetően veszélyes helyre hívják fel a figyelmet. És egy egyedi jelző, amelyet Magyarországon ritkán lehet látni, az úgynevezett irányváltó jelző, amely vagy a forgalmi sávok foglaltságát szabályozza, vagy pedig a váltakozó irányú forgalom számára ad utasítást, hogy ebből az irányból, vagy esetleg a másik irányból szabad közlekedni. Beszéljük meg, hogy az egyes fényjelző készülékekkel kapcsolatban milyen Kressz szabályokat érdemes tudni. Már a bevezetőben is említettem, hogy remélem a színekkel mindenki tisztában van, bár hagyd mondjam el, hogy bizony Kressz tanfolyamon tanítva sokszor találkozom azzal, hogy a tanulók nem tudják pontosan az úgynevezett váltási fényeket. Mi van akkor, ha működik a lámpa, akkor a lámpa jelzéseinek, az utasításainak megfelelően kell közlekednem, ehhez viszont jó lenne tudni a lámpák jelzéseit. Tudja mindenki? Piros után mi jön? Piros után mi jön? Piros után mi jön? Piros után mi jön? Ha most mondtátok, ismeritek. Piros után mi jön? Piros után mi jön?
házi feladat, hazafele menet, kiálltok a kereszteződésre, és 10 percig nézitek a lámpákat. Mi jön ezután? Mi az, hogy változó? Lehet ez is, lehet az is? Én azt kérdeztem, hogy piros után mi fog jönni? Három variációt hallottam. Zöld, sárga, piros-sárga. Most akkor melyik? Zöld, nagyon jó. Házi feladat. Kiálltok a sarokra és nézitek. De most elárulom, mert van róla felvételem. Piros után piros-sárga fog következni. A háromlencsés forgalomirányító készülék zöld jelzése gyakorlatilag szabad utat jelent. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett telizöld láttán bármelyik irányba, azaz egyenesen haladva, jobbra vagy balra kanyarodva szabad tovább közlekedni. Természetesen, hogyha a kereszteződés előtt közúti jelzőtáblák valamilyen irányt korlátoznak, akkor abban az irányban nem haladhatunk. Ilyen jelzés lehet a kötelező haladási iránytábla, valamint a jobbra, illetve balra bekanyarodni tilos tábla. Sokan nem tudják, mivel a szabály azt mondja, hogy egyenesen lehet menni, illetve jobbra-balra bekanyarodni, hogy telizöldes kereszteződésben ez alapján megfordulni nem szabad. Megfordulást úgy lehet végrehajtani, hogyha elhagyjuk a kereszteződést, és a következő útszakaszon fordulunk vissza. A zöld jelzés után következik egy úgynevezett folyamatos sárga fény, ami azt jelenti, hogy a forgalom iránya meg fog változni. Maga a sárga fény már áthaladási tilalmat jelent, tehát ha például a zöld esetében nem tudtunk elindulni forgalmi torlódás miatt, és közben sárgára váltott a lámpa, akkor már ne induljunk el. Ugyanakkor azok a járművek, amelyek zöld felé közeledve észlelik a sárga váltást, tehát a sárga fényt, mérlegelhetik, hogy melyik a jobb megoldás. Ha féktávolságon belül észlelik a sárgát, akkor az a javaslat, hogy haladjunk át a kereszteződésben, ez a biztonságos. Viszont ha féktávolságon kívül, akkor mindenképpen álljunk meg, mert hangsúlyozom, a sárga fény a továbbhaladás tilalmát jelenti. A sárga fény után következik a piros fény. A pirosról már óvodában megtanultuk, hogy tilos, tehát ez azt jelenti, hogy a kereszteződésbe tilos behajtani. Jogos lehet a kérdés, hogy piros fény láttán hol kell megállítani a járművet. A KRESZ úgy rendelkezik, hogy a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, illetve a kijelölt gyalogos átkelőhely előtt, hogyha nincsen ilyen útburkolati jel vagy nem látszik, akkor a forgalom irányító lámpa előtt. Itt előfordul olyan, hogy a lámpát megismétlik a kereszteződés túloldalán, és bizony ismerek olyan helyet, ahol az autósok ezért a kereszteződésben megállnak, hiszen ezt a lámpát érzékelik. Ez nem jó döntés, mert a kereszteződés előtt lévő jelzőlámpát kell figyelni, utána ez csak egy ismétlés, tehát tovább szabad hajtani a kereszteződésben, ha esetleg közben váltana a lámpa. Piros fény után a piros és a sárga világít egyszerre. Jól lehet érzékelni a jelzésrendszerek logikáját, ha piros után is sárga lenne, meg zöld után is sárga, akkor nem tudnánk eldönteni, csak a sárga fényt látva, hogy mi volt előtte és mi lesz utána. Így, ha piros-sárgát látunk, tudjuk, hogy előtte piros volt, zöld következik, a piros-sárga önmagában egyébként továbbra is elindulási tilalmat jelent, viszont ilyenkor szoktuk azt tanácsolni, hogy érdemes felkészülni az elindulásra. Tehát összefoglalva, piros-sárga, tilos továbbhaladás jelent, és a zöld az egyedüli szabad jelző, amelynek láttán három irányban szabad tovább közlekedni, egyenesen jobbra, illetve balra, kivéve, hogyha ezt közúti táblák valamilyen módon tiltják. Mindenképpen érdemes még egy kicsit elidőzni a zöld fény mellett, hiszen nem csak telizöldes variációt láthatunk, hanem olyan fényjelzőkészülékeket is kialakítanak, amelyben nyilak mutatják a továbbhaladás irányát. Ahogy említettem, telezöld esetén, ha tábla nem tiltja, akkor mind a három irányba folytathatjuk az utunkat, értelemszerűen nyilaszöldet látván csak a nyilak irányában. Gyakran alkalmazzák a nyilaszöldes variációt többsávos úton, esetleg a sávok fölött elhelyezett ilyen lámpákkal, értelemszerűen ilyenkor abból a sávból abba az irányba mehetünk, amerre a zöld nyilak mutatnak. Ne felejtsük el azt sem,
hogy amennyiben zöld fényt látunk, és az lehet telezöld is, vagy nyilaszöld is, és jobbra vagy balra kanyarodunk, találkozhatunk áthaladó gyalogosokkal, akik szintén zöld fényt érzékelnek, de a kanyarodás szabály alapján ilyenkor megilleti őket az elsőbség. Sok helyen lehet látni a városban olyan háromlencsés fényjelzőkészüléket, ahol egy kiegészítő nyilat láthatunk zöld fény formájában, és ez a nyíl általában megszoktuk jobbra mutat, és ez azt jelenti, hogy ebbe az irányba szabad abból a sávból tovább haladni, függetlenül a fő lámpa jelzésétől. Ma már azonban sok olyan hely van, ahol ez a nyíl egyenes, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ebben a kereszteződésben a kiegészítő jelzést látva kizárólag egyenesen lehet tovább menni, amikor pedig a telezöldet látjuk a három lencsébe, akkor ugyanúgy jobbra, egyenesen és balra közlekedhetünk. Ez egy egyedi fény, sokan megállnak, nem értik a jelentés tartalmát, figyeljünk erre. Azt se felejtsük el, hogy a kiegészítő nyíl esetén, hogyha ez kialszik, akkor nincsen sárga fény, tehát utána már csak a főlámpa piros fényét látjuk. Ez egy kicsit zavaró lehet, hiszen nem várható el senkitől, hogy azonnal megálljon a járművel. Ugyanakkor, ha például a pillanatban készül egy fénykép felvétel, ott az látszik, hogy az autó piroson megy át. Tehát mindig ezeknél a kiegészítő zöldjelzéseknél az átlagosnál óvatosabban közlekedjünk. Főleg a forgalmasabb utakon, ott, ahol buszsáv van, találkozhatunk az úgynevezett busz kiegészítő lámpával. Ez egy fehér fényű lámpa busz felirattal, és láthatjuk, hogy a fő lámpa pirosat mutat, míg a buszlámpa már világít. Sokan nem tudják pontosan, hogy ebben az esetben, aki a buszsávon közlekedik, annak számára mutat ez továbbhaladási lehetőséget, tehát nem igaz, hogy csak az autóbuszok mehetnek ilyenkor tovább. Ez azt jelenti, hogy többek között motorkerékpárok, segédmotoros kerékpárok, taxisok is mehetnek ezen jelzésnél tovább, illetve ha mi a járművenkkel jobbra szeretnénk kanyarodni, akkor szintén számunkra is ez a továbbhaladási lehetőséget biztosítja. Sőt, elárulom, hogy akik szabálytalanul közlekednek a buszsában, azok is jogosan mennek tovább ezen jelzés láttán. Más kérdés, hogy önmagában a buszsában való közlekedésük nem helyes. Három lencsés, piros, sárga, zöld variációjú lámpát alkalmaznak kerékpárutak esetében is. Annyi a különbség, hogy ezekben a lámpákban, a lencsékben pici kerékpáros látható, és általában ezeket a jelzőlámpákat természetesen lejjebb szerelik fel, hogy a biciklisek jól tudják érzékelni. Az ebben lévő jelzések megfelelnek a három lencsésnek, tehát gyakorlatilag a piros, a piros-sárga és a sárga a kerékpárosok számára is továbbhaladási tilalom, a zöld fényjelzése esetén pedig ugyanúgy egyenesen jobbra, illetve balra kanyarodhatnak, kivéve ahol ezt esetleg közúti jelzések korlátozzák, tehát a kerékpárosok figyelmét felhívnám, hogy ezekre a tiltó táblákra, illetve kötelező haladási irányt jelző táblákra figyeljenek ebben az esetben is. Egyedi háromlencsés lámpákkal biztosítják a villamosok tovább haladását. Nem színekkel szabályozzák a közlekedést, hanem ilyen kis fehér pöttyökkel, holdfénylámpának is szokták ezt szakzsargonban említeni. A lámpák jelzése fölülről lefele megegyezik a háromlencsés járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzőkészülék jelzésének, tehát a felső lámpa tilosat, az alsó pedig szabad jelzést mutat. A középső lámpával egyébként kombinálhatják a villamos továbbhaladási irányát is. Nekünk, autóvezetőknek ez a lámpa nem ad utasítást, azért érdemes viszont esetleg félszemmel figyelni, mert általában ezek a jelzések egy picit előbb váltanak, mint szabad jelzésre, mint tilosra, tehát tájékoztatnak minket arról, hogy a mi főlámpánk hamarosan szintén váltani fog. Általában a nagyvárosokban találkozhatunk úgynevezett kétlencsés, azaz fedező lámpával. Itt a harmadik fény, az alsó fény, a zöld fény hiányzik. Ezeket a jelzéseket legtöbbször villamos áthaladásakor szokták kitenni, illetve ezt kevesebben tudják, megkülönböztető jelzéseket használó járművek telephelyről való kiindulását segítik, tehát egy mentőállomás vagy egy tűzoltó központnál is találkozhatunk ilyen jelzéssel. A lámpa fényei, illetve jelentéstartalmuk gyakorlatilag megegyeznek a három lencsés lámpánál elmondottakkal, tehát értelemszerűen, hogyha ez a lámpa pirosan világít, az itt is a továbbhaladás tilalmát jelenti. Azonban ennek a lámpának az alapfénye az úgynevezett sárga villogó.
Sárga villogóról két dolgot kell tudni, az egyik, hogy veszélyes helyhez közeledünk, tehát jogos a fokozott óvatosság, villamos esetében azt hiszem, ezt külön nem kell ecsetelnem, illetve a sárga villogó azt is jelenti, hogy a forgalom irányítás szünetel, azaz ilyen esetben, hogyha közúti jelzőtáblákat helyeztek el, például elsőbségadás kötelező táblát vagy stop táblát, akkor annak a jelzését a sárga villogó alatt bizony figyelembe kell venni. Természetesen üzemszerűen ez a lámpa úgy működik, hogy sárga villogó esetén nem érkezik villamos. Hogyha villamos feltűnik a távolból, akkor a sárga villogó átvált sárgára. Itt van még egy olyan lehetőségünk, ha biztonságosan nem tudunk megállni, akkor még áthajtatunk, és amikor a villamos egyre közelebb jön, akkor már a piros fényt látjuk. Ebből következik, hogy meg kell állnunk, és a villamos haladását biztosítani kell. Ha elment a villamos, akkor újból a sárga villogó következik. Már a bevezetőbe is említettem, hogy a legismertebb fényjelző készülék valószínűsíthetően a gyalogos lámpa, hiszen ezt annak is kell ismerni, akik jogosítvánnyal nem rendelkeznek. Ez a lámpa két lencséből áll, fölül piros, alul zöld fényt láthatunk, és nézzük akkor az egyes jelzések értelmét. A piros fény értelemszerűen itt is, ebben az esetben is a továbbhaladás tilalmát jelenti, ami azt jelenti, hogy a gyalogos az útteste piros fény esetében nem léphet. A zöld fény engedélyezi a továbbhaladást, ilyenkor a gyalogosok átkelhetnek a gyalog átkelő helyen. Én azért javaslom, általános szabályként ez a KRESZ-ben szerepel, hogy ilyenkor is győződjünk meg az áthaladás veszélytelenségéről. Az a tapasztalatom, hogy a legnagyobb bizonytalanság a zöld villogóval kapcsolatban van, sokan nem tudják pontosan ennek a jelzésnek az értelmeit. Igazából a zöld villogó azt jelenti, hogy az áthaladásra engedélyezett idő lassan véget ér. Ebből következik, hogy aki a járdán pillantja meg a zöld villogót, az bizony már nem léphet le az úttestre. Aki viszont az úttesten van, annak ilyenkor az a kötelezettsége, hogy minél hamarabb áthaladjon a zöld villogó alatt. Ilyenkor, hogyha az úttest közepén piros fényt látunk, akkor nem tudunk mit csinálni, esetleg tempózzuk meg a léptünket, menjünk tovább, semmiképpen ne forduljunk vissza a kereszteződésbe. Viszont, hangsúlyozom még egyszer, és a legtöbb hibát itt látom a gyalogosok esetében, villog a zöld lámpa, és még lelépnek az útteste, ilyenkor senki nem garantálja azt, hogy biztonságosan bizony át is fognak érni. A gyalogos lámpának mondhatnám úgyis az ikerlámpája, az a jelzőfény, amelyekben nem csak gyalogost látunk, hanem kerékpáros piktogramot is. Értelemszerűen ez a gyalog átkelő helyen és a mellette kialakított kerékpárút átvezetésen közlekedő kerékpárosokra is vonatkozik. A fények értelme ugyanaz, mint a gyalogos lámpánál. Itt is kihangsúlyoznám, hogy villogó zöld esetén gyalogosan ne lépjünk le az úttestre, és kerékpárral ne kezdjük meg az átkelést, ha pedig az úttest vagyunk, akkor minél hamarabb hagyjuk el az átkelő helyet. És végül hagyj említsem meg az egylencsés forgalomirányító lámpát, amely sárgán villog, és amit már a fedezőjelzőnél is említettem, a két lencsésnél, sőt, bizonyára felfedeztük már, hogy a három lencsés lámpa is tud sárgán villogni. Mindegy, hogy milyen fényjelző készülékben látjuk a sárga villogót, egységesen úgy kell értelmezni, hogy veszélyes hely felé közeledünk, tehát a fokozott óvatosság egy elvárható magatartás. Ne felejtsük el sárga villogó esetén, hogy az elsőbségadási kötelezettséget a táblák fogják meghatározni, tehát mindenképpen keressük akár a stop táblát, akár az elsőbségadás kötelező táblát, mert ennek megfelelően kell közlekedni, illetve elsőbséget adni. A közúti jelzőlámpákkal, illetve vonatkozó KRESZ-szabályokkal kapcsolatban ezeket szerettem volna elmondani, én csak remélni tudom, hogy volt egy pár új információ is, és mindenképpen segíthetek a biztonságos közlekedésben. A következő részben a közúti jelzőlámpák elhelyezésével kapcsolatban fogok nagyon érdekes dolgokat mesélni, olyanokat, amelyet általában a járművezetők nem szoktak tudni. A KRESZ TV közúti jelzésekkel kapcsolatos sorozatát láttátok, várlak titeket legközelebb is. Köszönöm a figyelmet!